Bazilika Santa Maria Guadalupe, és a városközponttól egy kicsit kiebb esik. Azért jöttem ki, mert nagypéntek van, és arra számítok, hogy itt belefuthatok majd egy körmenetbe. És akkor hát mutatom, hogy miről van szó. Feltételezem, hogy ez lehetett az eredeti bazilika. Aztán felhúztak ide egy ilyen modernebb nagy épületet is, mert azt olvastam, hogy a Vatikán után ez a leglátogatottabb katolikus kegyhely. És akkor ennek a kapcsán eszembe jutott az, hogy már Brazíliában is tapasztaltam azt, hogy a kereszténység az valahogy úgy keveredik az Afrikából oda hurcolt rabszolgák eredeti hitével, hitvilágával. Ott ugye ez a candomblé, ami nagyon divatos és összekeveredett a kereszténységgel, egészen furcsa elegyet képeznek. És egy kicsit így, itt is így van, a kegytárboltokban például gyógyfüveket is árulnak, és egyéb gyógyító eszközöket. Tehát úgy tűnik, hogy egy kicsit babonásabbak itt az emberek, mint nálunk. Bár, meg ezzel mondjuk a csíksomlyói búcsún én nem jártam, tehát nem vagyok igazán képben azzal, hogy milyenek is a magyar katolikusok, de hát nekem ez az érzésem. És akkor, amit még látok itt, hogy most húsvétkor a templomok bejáránál kamillát és kenyeret árulnak, akkor elolvastad egy papíron, a kenyér az Krisztus testét szimbolizálja, értelemszerűen a kamilla az pedig a gyógyulást és az üdvözlést. Na jó, lássuk, mi történik majd. Most már másnap van, de az történt, hogy éppen amikor indult a körmenet, akkor merült le a telefonom, tehát nem tudtam rögzíteni a képeket, boldogszóan sajnálom. Bár ez nem volt egy olyan teátrális, véres körmenet, mint amit látni szoktunk a tévében. Azt hiszem, az innen délre van egy kisváros, ott szokták azt megrendezni. Na mindegy, hát ez történt, kicsit durcás voltam miatta, de hát tehetettel vagyok az ügyben. És akkor most éppen itt a városnak egy ilyen elitebb negyedében sétálgatok. Gyönyörű szép házak vannak. Autók is egy kicsit drágábbnak tűnnek, meg az emberek is jobban öltözöttek, de nem én. Mert mutatom, hogy mi a szitu. Ugye Dubajban mutattam, hogy elszakadt a papucsomnak a pántja. Éppen ezért most egy ilyet vásároltam. Viszont ennél meg az volt a probléma, hogy ez a pánt, ez folyton vissza csapódott és kidörzsölte itt a lábamat, ezért fogtam, és egy ragasztó szalaggal ide ragasztottam, tehát így most nem tud elmozdulni, tehát ez a probléma orvosolva, viszont azért van rajtam zokni, mert itt hátul ez a kis perem, ez pedig kidörzsölte a sarkamat, és akkor ezért most vettem egy zoknit, hogy az védve legyen. Na, tehát így bandukolok itt az elit környéken. A szemüveg száramon még nincsen gumi, amit hátul összeköti, de azt sem röstelném. Az első pár éjszakát ebben a hostelben töltöttem, egy Mexikóvárosban, aztán meg majd a Couchsurfingen talált vendéglátómmal fogok lakni egy pár napot. Hát egy ilyen teljesen átlagos hostel, emeletes ágyakkal, viszont viszonylag új, és ezért még szép tiszta, és akkor mutatom a kilátást az erkélyről. Egy baba. Ez látható. Eljöttem a hostelből, mert találtam egy vendéglátót a Couchsurfingen, mégpedig Francisco személyében, aki itt a Mexikói Egyetemen tanít, és közben a doktorián dolgozik, és akkor hát ebben a lakásban él a három macskájával és a másságával együtt. Akkor mutatom a képeket. Itt ez az én szobám, ez az ágyam. Itt van egy ilyen előtér. Itt van az egyik macska. Gyakorlatilag ott jövünk be azon az ajtón.
akkor itt van egy ilyen kis konyha szekció. Nagyon alapvető. Akkor itt a konyha mellett ez egy ilyen, hát itt nagyon sötét van, ez egy ilyen mosókonyhaszerűség. A Lichthofra nyílik, és akkor hátul ez itt Francisco szobája, itt is sötét van, és van egy fürdőszoba. Na, hát így néz ki. Gondoltam, megmutatom, hogy így néz ki egy ilyen átlagos lakás itt Mexikóvárosban. Ez itt a Chapultepec, egy ilyen hatalmas park, mondjuk olyan, mint a Városliget, és akkor közepén van egy nagy kastély, ott van fönt, tehát az meg olyan, mint mondjuk a Vajdahunyadvára. Most húsvét vasárnap van, és állatú nagy a tömeg, tehát lehet, hogy máskor is ekkora fogok lenni, nem tudom. Na jó, mutatom a képeket. Park egy kicsit ilyen semmit mondó volt, nem volt túl érdekes, viszont hát ha ez, majd az lesz, ez itt Teotihuacán, a várostól északra. Tegnap több órát töltöttem a Museo Arheológicóban, de még így sem sikerült képbe kerülnöm teljes mértékben a maja, inka és mexika kultúra időrendjével, szóval ezért el sem tudom megmondani, hogy ez itt most egy aszték vagy maja város volt, valamelyik a kettő közül. Tehát egy ilyen hatalmas régészeti terület. Onnan érkeztem. Az az út ott a Caja de Muertos, a holtak útja. Végig jön, és akkor majd az út végén lesz egy a nap és a holt piramisa. Ezek a fő látványosság. Megmásza a nap piramisák. Kicsit fárasztó, állati meredek. Nagyon magasak a lépcsőfokok.
De hát majd kilátás lesz a jutalom, gondolom. Na, itt vagyok a piramis tetején, valóban lenyűgöző a kilátás. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy minél többet utazol, annál inkább észreveszed, hogy minden valami másra emlékeztet, és valóban így van. Például Argentin Patagónia a német Alpokra, vagy Japánban Hokkaidó teljes mértékben Magyarországra emlékeztetett, illetve hát most itt vagyok Mexikóban, egy piramis tetején, és mégis az az érzésem, hogy Ausztráliában vagyok, vagy legalábbis baromira emlékeztet Ausztráliára. Kéget, sárga fű, a zöld fák, és hát ugye olyan, mint hogyha egy fennsíkon lennék, persze ez egy piramis.